Stílszerűen a Kék Duna keringő dallamai szólalnak meg a Vízi Cirkusz előadásain, melyek november 15-től 25-ig láthatók a Selyem utcai régi piac területén. A műsorszámok mindegyike valamilyen módon a vízhez kapcsolódik. Lesznek például kalózok és matrózok, de feltűnik a porondon egy sellő is. Állatok azonban ebben a cirkuszban nem lépnek színpadra. Magyarországon egyedülálló a Vízi Cirkusz, mi csak minden a vízről szól. Azt kell tudni rólunk, hogy mi egy állatmentes cirkusz vagyunk, nincsenek állati fellépők, csak légtornászok, bohóc, tréfák és artista produkciók. Ahogy mondtam, minden a vízről szól, kicsit a műsorszámok is a vízzel kapcsolatosak, tehát majd megjelenik a sellő, jönnek a kalózok, a matrózok. Az országban egyedülálló a cirkusz vezetőjének óriás buborékos műsora, de kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztatnak a lábzsonglőr és egyensúlyozó bemutatók is. Vannak légtornászok, egyensúlyzók, hullahopkarikások, lábzsonglőr produkció is, ugye a bohót semmiféleképp nem maradhat ki, illetve van egy nagyon különleges produkciónk, amit én mutatok be, az pedig egy... Úgy tudjátok elképzelni, mint régen, ahogy játszottunk buborékokkal, ez tovább lett gondolva, óriás buborékok vannak, amiben füstöt fújok, felszáll a levegőbe, meg lehet gyújtani. Az előadások hétköznap 18 órakor kezdődnek a fűtött sátorban, de hétvégente két másfél órás előadás is lesz 15, illetve 18 órától.